Sziasztok, köszöntöm a Honor Magyarország követőit, én Laci vagyok, és a Tech2.hu csatornájáról ismerhettek. Ebben a rövid videóban néhány gondolatot szeretnék veletek megosztani a Honor 20 Lite-ról, ami már több mint egy heten nálam van, és elmondanám, hogy mi az, ami leginkább tetszett benne, mik az erősségei. Először is a design. A telefon elérhető ebben a szerintem nagyon jól kinéző lilás kékes színárnyalatban, ami az alkonyat kék fantázia nevet kapta, és a sok hasonló kialakítású telefon közül ez véleményem szerint a legszebbek közé tartozik. A kamerákat és az új lenyomatolvasót sikerült megfelelően pozícionálni, nincsen nagy kameradudor, ennek ellenére a készülékkel lőtt fotók szuperek. Előről nézve is jól fest a telefon, a kijelző körüli kávák nagyon korrektek, az egységet pedig mindössze egy keskeny vízcsepp notch töri meg, ami a 32 megapixeles kamerát öleli körbe. Ezzel át is térnék a kamerákra. Ahogy mondtam, az előlapi képalkotó egy igen nagy felbontású, fix fókuszú egység, amivel lehetőségünk van akár háttérhomályosításos portréfotók készítésére, vannak különböző megvilágítási effektusok, szépítés és AI mód is, ami automatikusan javít a készülő fotón, tehát aki sokat szelfizik, annak ez biztosan tetszeni fog. A hátlapi tripla rendszer is jól teljesít, először is van egy 24 megapixeles főkamera, egy 8 megapixeles ultraszíles látószögű, és végül egy 2 megapixeles mélységkamera, ez utóbbi a portréfotóknál lesz hasznos, ugyanis pontosabb háttérszeparáció tesz lehetővé. A Honor 20 Lite tehát 2 látószöggel rendelkezik, hogyha táj vagy csoportképet készítünk, akkor ott a széles látószögű kamera, viszont hogyha élesebb fotókat lőnél, akkor a főkamera javallott. Az AI kamera természetesen a hátlapra is érvényes, hogyha bekapcsoljuk ezt, akkor még élénkebb fotókat készíthetünk, 22 jelenetet képes megkülönböztetni a telefon, és ehhez igazítja a beállításokat. A valóságtól ez a legtöbb esetben kicsit elrugaszkodik, de ezt csak az látja, aki fotózta a képet, viszont ha az ember nem tudja, hogy az hogy nézett ki eredetileg, csak azt lehet látni, hogy egy nagyon színes, nagyon élénk fotó van előtted. Külön kiemelném az esti módot, amit a Honor 20 Lite is megkapott. Ezzel éjszaka is tudsz kattingatni úgy, hogy vannak jól látható részletek, a legjobb példa erre, hogyha megnézzük, mit tud sötétben egy iPhone 10-es, és mit tud a Honor 20 Lite. Ezzel nem az iPhone-osok vérét akarom szívni, de ezen a téren a Honor vagy akár a többi gyártó is sokkal jobban teljesít. Összegezve a tapasztalataimat, design és kamera szempontjából kellemesre sikeredett a Honor 20 Lite, de persze egy készülék sem tökéletes, az apróbb hiányosságokkal együtt, viszont a Honor 20 Lite egy jó ajánlat azoknak, akik szeretnek fotózni, szelfizni, nem akarnak vagyonokat költeni mobilra, illetve azoknak, akik szeretik a különlegesebb színeket, hátlapokat. Hogyha érdekel a teljes tesztem a Honor 20 Lite-ról, akkor ezt megtalálod a csatornámon. Én köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!